Már a harmadik turnus pihen a Tamási Erzsébet táborban, ahol csoportonként 26 gyerek vehet részt a város szociális intézményének szervezésében létrejött programban. A gyerekeket szociális rászorultság alapján választották ki, akik térítésmentesen vehetik ki részüket a szolgáltatásból. Idén első ízben sikerült pályázati pénzt nyerni az üdülési program lebonyolítására. A Család és Gyermekjóléti Központ szervezésében zajló Erzsébet tábor szakmai programját a szociális intézmény dolgozói állították össze. A Család és Gyermekjóléti Központ pályázott az Erzsébet program keretében napközis és ottalvos táborok megszervezésére is. Szerencsére sikeresen pályáztunk, nyertünk. Ez a harmadik turnus, ahol már itt jelen vagytok. A tábor a gyermekek számára teljesen térítésmentes, aminek két nagy előnye is van. Egyrészt az, hogy a rászoruló gyermekek, akik nyilván a nyári szabadidejüket otthon tudják tölteni a család anyagi okai miatt, ők itt egy hetet úgy eltölthetnek, hogy hétfőtől péntekig nagyon mozgalmas programokon vesznek részt, és az ottalvos tábora, a tábor, amire majd Fonyódra fogunk menni augusztus utolsó hetében, az is teljesen térítésmentes a gyerekeknek. Másik előnye pedig, hogy azok a szülők, akik esetleg amellett, hogy hátrányos helyzetben élnek, de azért dolgoznak, alacsony jövedelemmel rendelkeznek, nem tudják megoldani a gyerekeik nyári felügyeletét, viszont arra nincsenek anyagi lehetőségeik, hogy a gyerekeiket fizetős táborba több tízezer forintért hetente eljuttassák, és itt viszont igaz, hogy nem az egész nyári szünidődő tartamára, de azért legalább erre az egy hétre, amíg itt a táborban vannak a gyerekek, a szülők is megnyugodhatnak, hogy jó helyen vannak a gyerekek. Az egy hét alatt változatos programokkal telik az idő, a kézműveskedéstől a kirándulásig, számos lehetőség nyílik a résztvevőknek a pihenésre. A lebonyolításban a szakdolgozók mellett középiskolás és felnőtt önkéntesek is kiveszik a részüket. Óvodai és iskolai szociális segítők szervezték a programokat, gyakorlatilag ők azok, akik kidolgozták a tábor programját, és ők azok, akik le is bonyolítják, az óvodai és iskolai szociális segítők, a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. De vannak olyan segítők is a táborban, akik nem a szociális szakma képviselői, mégis jelentős feladat hárul rájuk. Kucora Vilmos az első hívószóra vállalta, hogy agyagozni tanítja a fiatalokat. Hát hívtak, és akkor én bárkinek bármikor, ha agyagozni kell, akkor bármi kell, bármikor bárkinek szívesen segítek. Aki már gyurmázott, tulajdonképpen annak ugyanolyan, ha kézügyessége van, akkor ugyanolyan dolgokat tud belőle csinálni, mint a gyurmából. És volt, aki még nem találkozott vele, úgyhogy új volt neki, és élvezte az anyagot, magát fogdosni, és dolgozni vele, gyurkodni kicsit. Az emberiség történetéhez hozzátartozik, az agyag az emberiséggel szinte egyidős. Hát csodálatos dolgok készültek agyagból, hát nézzük az ókortól, az őskortól, az ókorig, és a napjainkig. Hát a kerámia az hihetetlen kreatív dolgokat tud kihozni az emberből. És a kreativitás ki is jött a gyerekekből, amint kezükbe kapták az anyagot. Egy olyan fejet szeretnék készíteni. Ilyen gyurmon, és ilyen nagyagosan. Magamat szeretném lemásolni. Én csak egy smiley-t. Ez egy ágy madárember. Lesz, nézd ki, én ütlöttem ki, és csak úgy kijött, aki egy király, és ez a koronája. Mivel a Család és Gyermekjóléti Központ szervezi ezt a tábort, nyilván bizonyos mértékű ráhatásunk, rálátásunk van arra, hogy kik azok, akik hátrányos helyzetűek, mert azzal általában a munkánk kapcsán is hétköznapi kapcsolatban állunk, illetve kértünk az általános iskolától is segítséget arra vonatkozóan, hogy ők hogy látják, kik azok, akik hivatalosan, halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy pedig a pedagógus úgy gondolja, hogy bizonyos okok miatt jó lenne, hogyha ebbe a táborba bekerülne a gyerek. A Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai évek óta pályáztak arra, hogy megfelelő forrásokat találjanak a gyermektábor létrehozására, ez idáig eredménytelenül.
Az idei volt az első sikeres év, és nagyon reménykednek abban, látva a három hét történéseit, hogy ezentúl évente lesz lehetőségük arra, hogy segítséget nyújtsanak a hátrányos helyzetben élő családok gyermekeinek üdültetéséhez.